A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, és ahogy azt már megszokhatták, itt azért havonta egyszer igyekszünk egy lehetőséget biztosítani az Önök számára, hogy a Fehérvár Televízióban, illetve a Fehérvár Média Centrumban is kérdezhessék élőben Székesfehérvár polgármesterét, Cserpalkovics Andrást, akit sok szeretettel köszöntök a stúdiumban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, és köszöntöm természetesen a televízió kedves nézőit is. Ezúttal is online is volt lehetőség adásunk idejéig kérdezni. Én összesítettem a kérdéseket, és azt javaslom, hogy indítsunk is ezzel. Az első kérdés, ami érkezett a témával kapcsolatban, hogy a Murvás parkolónak a jövőbeni hasznosításáról írt nekünk kérdést egy fehérvári fiatalember, mégpedig miért nem sajátítja ki az önkormányzat ezt a parkolót, és építi át városi rendezvénytérnek egyben parkolónak, illetve parknak, mert hogy szükség lenne a kérdező szerint a királyi város óriási csúfságának a megszüntetésére, hiszen ez a terület a belváros közepén van. Egyetértek, hogy csúfság, és egyetértek azzal is, hogy ez így tartósan nem maradhat, és nagyon jó lenne, hogyha a tulajdonos kezdene vele valamit, és a beépítési szándékával most már élne, és megvalósítaná azt a beruházást, amit megálmodott. Ő, illetve az, aki annak idején ezt a területet megvásárolta a várostól, ugye a 2000-es években. Mindenki azt hitte, hogy hamarabb be fog ez épülni, de sajnos ez nem ad nekünk megfelelő okot és jogot, jogi alapot ahhoz, hogy kisajátítsuk ezt a területet, tehát erre jogi lehetősége az önkormányzatnak nincsen. Úgyhogy itt mi egyet tudunk tenni, hogy folyamatosan próbáljuk arra sarkalni a tulajdonost, hogy indítsa el a beruházást. Egyébként az a fejlesztés, amit elképzelt, szerintem az sok fontos közösségi teret és tér problémát, hiányt megoldana, hiszen épülne egy új vásárcsarnok hozzá, egy mindegy 1000 vagy akár valamennyivel több is, mint 1000 férőhelyes parkolóház, ami szintén azt hiszem, hogy nagy hiányt tudna pótolni, egyúttal ezzel párhuzamosan pedig a jelenlegi pláza épületet felújítanák, és illetve egy emelettel látnák el, tehát azok a hiányzó kereskedelmi funkciók is megjelennének, amelyek azt hiszem, hogy szintén fontosak lennének. Ugye az építési tervek elkészültek, én úgy tudom, hogy az engedélyek is rendelkezésre állnak, úgy tudom, hogy az állami főépítész is hozzájárult a beruházáshoz, és azt is hallottuk, hogy a nagy kivitelező cégek valamilyen felkérést talán már kaptak, vagy jelzést, hogy ilyet hamarosan fognak kapni. Ez azért arra utal, hogy valami készülődik ott azon a területen. Hogyha mi kapunk hivatalos tájékoztatást a tulajdonostól, beruházótól, akkor természetesen arról a nyilvánosságot tájékoztatni fogjuk. Köszönöm szépen. Közben kollégáim jelezték is, hogy meg is érkezett az első telefonhívás. Balog Istvánt köszönhetem. Köszönöm, ez itt a Köztér, várjuk a kérdését. Jó estét kívánok! Az lenne a kérdésem, hogy olvastam, hogy az Ocean körforgalom felújítása per átalakítás az 5 kapott, és hogy ez mit akar, és mikorra valósulna meg a beruházás. És még az lenne a kérdésem, hogy szárazréti körforgóval kapcsolatban esetleg tudna valami információt adni nekem, mivel rengeteg olyan alkalom van, sok olyan időpont, amikor problémás a közlekedés, nagy lenne a dugó, hogy erre tervezni-e valamit. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük a kérdéseket. Akkor kezdjük először az Ocean körforgalommal. Ugye Navracsics Tibor miniszter úr járt itt Székesfehérváron, találkozhattunk, egyeztethettünk vele. Ő már maga is úgy érkezett, hogy a kormány nem csak foglalkozik, hanem bizonyos döntéseket már meg is hozott arról, hogy ez egy szükséges beruházást is meg kell valósítani. Ugye ez nem csak az Ocean körforgalmat érinti, hanem a mellette lévő kis körforgalmat is, annak az átépítése is ennek a programnak a része. Hogyha az úr rámegy a város honlapjára, akkor ott meg fogja találni egyébként annak a körforgalomnak a tervét, ami itt a beruházás keretében majd a fejlesztés céljaként, végeredményeként megvalósul.
ez egy állami útkapcsolat és egy állami beruházás is lesz. Pontosan mi még nem láttuk a kormány határozatot, várjuk, hogy ez majd megjelenjen, és pontosan milyen határidőket, ütemezést tartalmaz, de miniszter úr ugye egyértelműen bejelentette, hogy ez a beruházás ez el fog indulni. Ugye ez megtörtént volna már mondjuk másfél évvel ezelőtt, csak akkor pont jött a háború okozta nagyon nehéz energiahelyzet, értelemszerűen sok fejlesztés akkor zárójelbe került, de akkor is jeleztük, hogy nem levételre, nem azt jelentette ki a kormány, nem fogja megvalósítani, hanem csak egy kicsit idővel eltolta. Ezek szerint szerencsére most jó hírekről adhatott miniszter úr számot, és még egyszer a város honlapján ennek a tervei elérhetők. Az Újcsóri úti körforgalomnál ott a város készítetett egy tervezési munka keretében alternatívákat tartalmazó programot. Ezt a tervező ezekben a napokban szállítja le, úgyhogy hamarosan ezt megismerjük, és a közúttal egyeztetünk, és utána nyilvánosságra fogjuk hozni. Ez valószínűleg többféle beavatkozási alternatívát fog megjelölni, és el fogjuk mondani, hogy mi az, amit az önkormányzat ebből tud vállalni, és mi az, ami már olyan beavatkozás, amit az államnak kell finanszírozni. Úgyhogy fontos, hogy ez is egy állami útkapcsolat. Tehát ez sem az önkormányzatnak lenne a feladata, viszont azt nyilván is érzékeljük, hogy szükséges ez a beruházás. Tehát lehet, hogy egy átmeneti megoldást jelentő bővítést az kész maga a város, és képes is megfinanszírozni, de ha ismerjük meg ezeket a terveket, ígérem, hogy utána szintén nyilvánosságra fogjuk hozni, és meghallgatjuk, hogy az emberek mit gondolnak erről. De egy harmadik beruházásról is fontos, hogy ennek keretében beszéljünk, mert ez lesz igazán a végső és végleges, vagy legalábbis nagyon hosszú távú megoldás, bízva abból, hogy elkészül az Újcsóri körforgalom bővítése és az Osan körforgalom bővítése is, és a harmadik beruházásként pedig megépül az úgynevezett M200-as autópálya, ugye ez az M7-est és az M1-est fogja összekötni, és Fehérvár és Szabadbattyán között egy negyedik strádalejárót fog jelenteni, ami Fehérvár és Iszka-Szentgyörgy között visz majd el hátul egy utat, és ez egyébként a város átmenő forgalmát is megszünteti, illetve tehermentesíti az említett két körforgalmat is. Ugye ez koncesszióban van kiadva, és pont a napokban nyilatkozott a koncesszió jogosultja és egyben kötelezettje, hogy most kezdik ennek az útkapcsolatnak a kiviteli tervét készíteni. Ez azt jelenti, hogy tehát a tervezés jelentős részén már túl vannak, és azt is elárulta, hogy ez várhatóan az M7-es felől fog indulni ez az óriási beruházás. Az első szakasz, ami elkészül, az az M7-es negyedik lejárója, illetve az M200-asnak ez az első szakasza, amit épp Fehérvárt és részben Mórt fogja tehermentesíteni. Köszönöm szépen. Akkor nézzük tovább az online kérdéseket. A kérdező, egy hölgy küldte nekünk a kérdést, hogy január végig skála mögötti késelésből fel sem ocskudott a lakosság. Már is új drogos garnitúra van a skála környékén és a belvárosban. A rendőrség a kiérkezést követően azzal nyugtázta a lakossági hívást, hogy egy szó szerint idézem, egy lelkes bejelentő ezzel zavarja őket. Tud-e tenni ez ellen a városvezetés, és mikor ez a kérdés? Először is szeretném egyértelművé tenni, hogy a város közbiztonsági helyzete az abszolút biztonságos és stabil, minden adat ezt mutatja hosszú évek óta, ráadásul javuló tendenciában. Tehát azért szerintem fontos rögzíteni. Az, hogy van egy vita és veszekedés, és ott esetleg két ember mit tesz egymásra, ez nyilván nem örvendetes, de a közbiztonsági helyzetről nem sok mindent mond el szerencsére. Ebben a helyzetben, és esetben, amiről a kérdező jelzést tett, pedig föl fogom venni kapitány úrral a kapcsolatot, és meg fogom kérdezni egyrészt, mi volt az eset, mi volt a bejelentés, ők maguk mit találtak, és amit nyilván a nyomozás helyzetében és állapotában ő elmondhat, azt gondolom, hogy meg fogja osztani velünk. Egyébként mindig mindenkit arra kérek, és itt is, ha jól értem, ez történt, hogy aki bármilyen helyzetet lát, vagy eseményt lát, az valóban a rendőrségnek jelezze, hiszen ezek olyan közbiztonsági kérdéskörök, amiben a rendőrségnek van hatásköre és lehetősége föllépni. Egyébként az érintett területek is be vannak kamerázva, ezeket a kameraképeket a közterületfelügyelet is látja, és a rendőrség is látja, úgyhogy 24 órás figyelem van mindegyiken, mind a két helyen. Azt gondolom, hogy tehát ezek is fontosak. Egyébként a kamerarendszert is bővítjük folyamatosan, így lesz ez 2024-ben is. Köszönöm szépen, és ahogy azt említettem, hogy ezúttal is volt lehetőség arra, hogy a Fehérvár Televízión keresztül tegyenek fel kérdéseket. Azt javaslom, hogy nézzük meg most az első összeállításunkat.
Mindig beszélünk is egymással is, hogyha tartja a fogadóráit, mi mindig írunk neki, kolléganőinkkel, úgyhogy én azt kérdezném, hogy az Ósannál most hallottam, hogy itt a körforgalom meg lesz csinálva, hogy mikor lesz, hogyan lesz megcsinálva. Én a Sarló utcában lakom, ott különösebb probléma nincsen, mert valahogy rendben van. Én úgy érzem, hogy ez egy lakható város, úgyhogy most figyelem a kérdéseket minden neten, minden műsorban, de most nem tudnék hirtelen mit kérdezni. Én nagyon szeretek itt lakni, Fehérváron. Mi itt lakunk a férjemmel a belvárosban. Most született a kisfiunk. Hát igazából nincs. Nagyon jók a programok, ez a királyi napok is nagyon jó szokott lenni. Meg ezek a gyerekeknek is, amiket kitalálnak, programokat. Ugyanolyan szép, mint gyerekkoromban. Ugyanolyan szép, és ugyanolyan jó. Úgyhogy nem tudok közelebbit mondani, mert még annyira nem illeszkedtem még vissza. Úgyhogy közelebbit így nem tudok mondani. De szívesen dicsérnek mindent. A tapasztalatom, a látás az az, hogy jó. Voltam most a Himmerházba egy nőnapi összejövetelen. Remek volt. Úgyhogy, és láttam a Facebookon, hogy több helyen voltak fehérváriak nőnapi bulin. Hát először is kezdjük azzal, hogy ugyan nem láttuk a tévébe, de hallottuk, hogy ott van egy nagyon pici kisgyermek, úgyhogy hozzá és neki is sok boldogságot, jó egészséget kívánunk az egész családnak. Én köszönöm, hogy itt is többször hangzott el, hogy szeretnek itt élni generációtól függetlenül az emberek. Mi már azért dolgozunk nagyon sokan, hogy ez egyre inkább így legyen. Ugye az Ósan körforgalom, erről beszéltünk. Programok, örülök, hogy előjöttek, hiszen éppen a mai nap tudtunk Igaz Krisztinával, a programszervező Kft. Szakmai vezetőjével egy közös sajtótájékoztatón beszámolni arról, hogy az elmúlt évek nehézségeit követően bízom benne, hogy az idei évben a hagyományos programjaink mindegyikét meg tudjuk szervezni, rendezni, tehát ahogy elhangzott, lesz királyi napok, azon belül nemzetközi lesz a Néptáncfesztivál, és sokan kérdezték, hogy ez visszaáll-e, igen, visszaáll, és a hetet-hét játékfesztivál is idén újra kétnapos lesz már, tehát az egész hétvége lesz a gyermekeké a belvárosban, tehát több szép program vár mindenkire tavasszal, nyáron és majd ősszel is, és éppen a mai nap pedig foglalkoztunk már a következő adventi időszakban azzal, hogy milyen új fény elemek jelenjenek majd meg az ünnepi diszkivilágításban, de hát erről most ne beszéljünk többet, ez majd legyen meglepetés. Akkor most élvezzük, hogy közeledik a tavasz, aztán majd a nyár, és ugye most március 14-e estén beszélgetünk, tehát ugye holnap nemzeti ünnepünk, és ma azt is láthattuk sokan, hogy a Kodolányi Gimnáziumnak a középiskolás diákjai aktívan készülnek már a műsorra, úgyhogy bízom benne, hogy sokan lesznek holnap délelőtt 10 órakor a város főterén. A fiatalok megérdemlik, hogy ott a helyszínen közösen ünnepeljünk velük. Ugye ez a program kavalkád mind a közösségekről is szól valahol, és egy fontos közösség, sportközösség a város jégkorong csapata és a jégkorong sport kedvelői közössége. A multicsarnok is nem sokára átadásra kerül, erről is többször beszélgettünk már, és volt egy magyar nemzetes cikk, amire reagált. Reagáltam, mert úgy éreztem, hogy legalábbis annak a cikknek az a rész, ami Fehérvárra és a Volánra, a Volán közösségére, csapatára, az akadémiára, a klubvezetésre, szurkolókra, egyáltalán a helyi közösségre vonatkozott, az mondjuk úgy, hogy nem bontotta ki az igazság minden részletét, hanem kicsit félinformációkra, néha talán azt éreztem, hogy féltudásra támaszkodva került megírásra, és úgy éreztem, hogy ha ez a közösségünk számára fontos, már pedig fontos, akkor ezt szóvá kell tenni, és bizonyos tényekről, nyilván remélem, hogy sikerült mértékkel is higgadtan, de arról beszélnünk kell, és arra reagálni kell. És azért sem tartottam szerencsésnek ezt a cikket, mert az időzítése az kifejezetten érzéketlen, hiszen éppen zajlik a negyeddöntő, egyébként egy történelmi szinten is jól sikerült alapszakasztal, a második helyen végzett a csapat, tudjuk, hogy ezzel kivívta azt, hogy a Bajnokok Ligája csoportkörébe került a következő szezonba is, tehát az Alma Arénába a következő szezonban már nem csak bajnoki meccsek lesznek, hanem Bajnokok Ligája mérkőzések is, és hát most nagyon szurkolunk a rájátszásba, ugye negyeddöntő van, 3-3, hetedik mindent eldöntő mérkőzés következik, és én azt kérem, hogy szombaton délután minél többen látogassunk ki a Raktár utcába, és szurkoljuk ki az elődöntőbe jutást, hajrá Volán!
Aztán, hogyha már a közösségeknél tartunk, akkor ugye az állatbarátok közössége is egy meghatározó, azt gondolom, hogy csapat itt a városon, vagy akár az országon belül is, és ezzel kapcsolatban is érkezett egy kérdés, mégpedig, hogy az állatkínzásnak hogyan és mikor lesznek következményei. Így január első hetében volt egy eset, ami azt hiszem, hogy az országos sajtót is megjárta, de itt helyben is sokáig beszédtéma volt, hogy egy autóhoz kötöztek egy kutyát, itt a médiacentrumban is foglalkoztunk vele, és hogy mit tud az ügy részleteiről, és úgy egyáltalában ön szerint mi lesz ennek majd a menete ennek az ügynek? Ugye arról, hogy mi a véleményünk erről az ügyről, szerintem ezt nyilván minden normális érzületű ember, még akkor is, hogyha egyébként nem állattartó, és szerintem pontosan úgy ítéli meg, minden ilyen tettet elítél, és azt hiszem, hogy mindenki kíváncsi valóban arra, hogy mi lesz ennek az ügynek a végeredménye, de az ügy a rendőrségre, ügyészségre, aztán persze gondolom előbb-utóbb majd a bíróságra tartozik, értelemszerűen az önkormányzat ebbe nem szólhat bele, mi magunk is kíváncsian várjuk az ügy folyamányát, és azt is, hogy erről a meghatározott és hatáskörre rendelkező szervek időről időre adjanak egyfajta tájékoztatást, mert én magam is folyamatosan kapok kérdéseket, e-mailben is, Facebookon is, láthatólag itt ezen a mostani fórumon is kérdeznek rá, tehát ez nagyon sok embert, és értem is, hogy miért, és abszolút joggal izgat és érdekel, hogy az ügynek pontosan mi volt az előzménye, pontosan mi történt, és annak mi lesz majd a következménye. Egyébként egyre szigorúbbak az állatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, egyre komolyabbak a büntetési tételek, és szerintem nem is véletlen, hogy ez megtörténik. Úgyhogy itt bizonyára ezt is majd figyelembe fogják venni, de értelemszerűen én magam is csak annyit tudok az ügyről, amennyi a sajtóba megjelent, meglátjuk majd, hogy ítélik-e meg ezt azok az igazságszolgáltató szervek, akiknek ez a dolguk. Ami viszont azt gondolom, hogy fontos, és viszont az önkormányzata tartozik, hogy például az állatmenhelyeket segítsük és támogassuk, ezt az idei költségvetésben is meg fogjuk tenni, tehát az idei támogatások azok a tavalyi évközben megemelt támogatásokat vették alapul, tehát idén is, sőt, valamennyivel talán még magasabb összeg is fogjuk ezeket a menhelyeket támogatni, és azt kérem mindenkitől, akinek erre van lehetősége, akár önkéntes munkával, akár felajánlásokkal, a Fehérvár és a Fehérvár környéki menhelyeket is segítsék, nagyon fontos munkát végeznek. És hát magam is, ha nem is gazdi vagyok, mert ugye a középső gyermekünk a gazdája káloszkutyánknak, de hát valóban egy kis családtag, és nagyon-nagyon lehet szeretni, és itt őszinte szeretetet ad túl az, hogy mindig megmozgat bennünket, hiszen reggel, délután, este kell sétáltatni, rendszerre neveli a gyerekeket, egyébként a gyerekek szüleit is. Sőt, úgy, ha néha meglógott hóra, akkor a munkába is belátogat. Néha belátogat hozzám, és együtt vagyunk, és hát persze nagy közönség kedvenc. Mindegy, nagyon sok barátunk, ismerősünk van már, akikkel összefutunk ezeken a sétákon. Én azt látom, hogy szerencsére az emberek döntő része, aki állattartással bármilyen szinten foglalkozik, az megfelelően viszonyul ez a kérdéshez. Én mindenkit arra kérek viszont az ő részükről is, hogy a szabályokat viszont mindenki tartsa be. Tehát közterületen, pórázzal, a megfelelő helyen, a kutyafuttatókban csak elengedve, figyelembe véve, hogy mi kis testű, mi nagy testű kutya, hiszen sok helyen már ezt is meg tudtuk oldani, és lesznek még egyébként új kutyafuttatók más városrészekben is, hiszen úgy látjuk, hogy erre van igény. Köszönöm szépen, közben jelezték kollégáim, hogy ismét egy vonalban lévő fehérvárit kapcsolhatunk. Üdvözlöm, ez itt a Köztérvárika kérdését. Halló, jó estét kívánok, Szeresné Völgy Éva vagyok, és a polgármester úrhoz lenne egy kérdésem. Itt a vasútállomás környékén lakom, és elég nehéz itt a parkolás. Ezt gondolom, hogy nem egyedi, mert Székesfehérváron ez szerintem mindenhol problémát jelent. Hétközben is borzasztó nehéz, de hétvégén még inkább. Én itt most a szombati parkolásra gondolok, és a parkolási díjra. Azt szeretném megkérdezni, hogy a szombati parkolási díj bevezetésére miért is volt szükség, és hogy ezt esetleg nem lehetne megszüntetni, mert a legtöbb nagyvárosban ez nem jellemző, és itt a hétvégi bevásárlást, mozgást, ezt meglehetősen megnehezíti. Köszönjük szépen a kérdését!
Köszönöm a kérdést. Én úgy látom, hogy a nagyvárosok zöme már évekkel ezelőtt meglépte ezt a lépést. Mi pedig pont azért tettük meg, mert az lehetett érzékelni, hogy az ingyenes parkolás az milyen kaotikus parkolási viszonyokhoz vezet éppen a kereskedelmi központok környékén. És ez volt az igény, hogy ezt tegyük meg. Mert aki csak bevásárolni megy szombat délelőtt valahova, ezt most is ingyen teheti meg, hiszen egy óra Székesfehérváron parkolás tekintetében a parkoló területek és zónák nagy és döntő részében ingyenes. Aki ugye az NFC kártyát kiváltja a Városgondnokságon, az a hétköznapok tekintetében és szombat délelőtt is egy órát ingyenesen parkol. Egyébként az sem titok, hogy gondolkodunk azon, hogy a jövőben ennek az időtartamát megemeljük, akár másfél, akár két órára, de ez majd még későbbi döntés lehet, de most egy órát ingyenesen szombat délelőtt is lehet parkolni. Tehát ha valaki bevásárolni megy, hogyha valaki ügyet intéz, valaki gyógyszertárra megy el, hétköznap elmegy mondjuk a házi orvoshoz, vagy beül egy kávéra, akkor azt egyébként ingyenes parkolással teheti meg. Naponta, ugye? Naponta. Ráadásul át is lehet egyik helyről állni a másikra az egy órán belül, és ez ugyanúgy része az egy órás ingyenes parkolásnak. Tehát helyet is lehet változtatni. Az egy másik kérdés, ahol autó tárolásról van szó. Tehát ha vasút környékén mondjuk szombat délelőtt sok az autó, akkor egy részben nyilván az ott lakók otthon vannak, másrészt pedig a vasútállomásra érkeznek sokan, akik leteszik az autót reggel, és mondjuk este veszik ezt az autót föl. Ugye ez hétköznap is probléma sok helyen a városban, de az egésznapos autótárolásra megfelelő számú parkolóhely egyszerűen nem áll rendelkezésre. Ugye ezért vannak a fizetési zónák, nem azért, mert ez jelentős bevételhez juttatná az önkormányzatot, a mi bevételi számaink mellett ez igazán nem jelentős összeg. De ez tudja biztosítani pont azt, hogy legyen mondjuk úgy, hogy forgása az autóknak. Ha pedig egy-egy városrész szeretne bekapcsolódni a fizetős zónába, akkor ezt megteheti az ott lévő társasházak döntő többségének pozitív vagy mellé álló támogatása, ha megküldésre kerül az önkormányzatnak, akkor a szakemberek ezt megvizsgálják, és utána tud dönteni a közgyűlés. A vasút környékén az intermodális közösségi közlekedési központ keretében épülne majd egy parkolóház, ez valójában mondjuk a Vasvári gimnázium mögé, itt talán a legkönnyebb elképzelni, az egy többszintes, sok száz autó befogadására alkalmas parkolóház lenne, azt hiszem, hogy ez komoly eredmény, illetve a vasút túloldalán pedig már el is készült egy 152 férőhelyes parkoló, ennek az engedélyeztetése zajlik, forgalomba helyezés várhatóan áprilisig megtörténik, és valamikor áprilisban ezt át lehet majd adni a forgalomnak. Hogyha már parkolás, akkor szintén kérdésként érkezett így a műsorhoz, hogy mit tudnak tenni, hogyha láthatóan hosszú ideje egy autó ott parkol egy lakóközösségnél, és tudható, hogy nem az ott élőkhöz tartozik ez az autó, láthatóan egy elhagyatott autó, ezzel mit tudnak csinálni? A Városgondnokság irányába kell megtenni a bejelentést, vagy adott esetben megkeresni az adott érintett városrész képviselő, önkormányzati képviselőt, és akkor ő ezt továbbítani fogja a Városgondnokság irányába. A Városgondnokság pedig elindítja az ilyenkor szokásos és jogilag szabályozott eljárást. Azt gondolom, hogy ez könnyű belátni, ugye itt egy magántulajdonról van szó, tehát nem lehet csak úgy oda menni, azt fölemelni és elvinni valahova, hanem van egy jogi eljárás, azt végig kell vinni. Ez egyébként sajnos egy több hónapos folyamat, de így folyamatosan vannak ilyen ügyek. Ez elindul, szépen végigmegy, és hogyha valóban nincs meg a gazdája, valóban elhagyatott autóról van szó, akkor a megfelelő pillanatban már jogilag alátámasztott módon elszállítható ez a gépjármű. A Városgondnokság ismeri ezt az eljárást, őket kell megkeresni. És itt hadd hívjam fel a figyelmet, egyébként, hogy létezik most már egy városapplikáció. Ha valaki ezt a város applikációt letölti a telefonjára, akkor ott az appon keresztül is egyébként be tud ilyen dolgokat jelenteni. Legyen az egy hiba, letörött pad, valamilyen egyéb probléma, vagy adott esetben egy ilyen autó bejelentése. Akkor következzenek a fehérváriak kérdései, mégpedig a Fehérvár Televízión keresztül tettek fel a polgármesternek. Én teljesen rendben vagy Fehérvárról, úgyhogy boldog vagyok, hogy itt élhetek. 2012-ben jöttünk ide a párommal, úgyhogy teljes eredben van minden. Úgyhogy köszönjük szépen mindent, jó egészséget önöknek! Az a kérdésem, hogy az új buszmenetrendeket mikor lehet elérni? Mert azt tudjuk, hogy bővítve lett a buszforgalma, nagyon örülök neki én személy szerint, de a menetrenddel még nem találkoztam, ami áprilistól elvileg életbe lép. Én arra lennék kíváncsi, hogy Öreghegyen már lassan fél éve nincs házi orvos.
már ígérték, hogy január 1-től lesz, de aztán még mindig nincs, mindig nem tudnak semmit. Hát kíváncsi lennék, hogy elég nagy terület tartozik hozzá, kíváncsi lennék, hogy mikor lesz. A közlekedés elég jól meg van szervezve Fehérváron. A polgármester programjával nem tetszik nekem, mivel nem vagyok Fidesz párti, úgyhogy, de a többi, az utak, az üzletek nyitvatartása, az teljesen megfelel. A buszmenetrend. Sokan kérdezik, hogy milyen módon, hogyan lehet ezt elérni. Most is elérhető, hiszen a város honlapján, egyébként a médiacentrum különböző felületein is maga az új hálózat és az ahhoz kapcsolódó menetrend is elérhető, ehhez kapcsolódó térképekkel együtt. Úgyhogy itt már most is ez letölthető, de a következő hetekben más fórumokon is ez meg fog jelenni, és azt hiszem, hogy talán érdemes lesz majd egy új menetrendet is kibocsátani, annak érdekében, hogy ez megismerhető legyen, hiszen elég jelentős változás lesz, több 100 000 kilométerrel nő a futásteljesítmény, lesznek késő esti járatok, korábbi hajnali járatok egyaránt, és sok városrészt sikerül akár a vasútállomáshoz, akár pedig a kórházhoz, rendelőintézethez, akár közvetlenül átszállás nélkül is bekötni. Szerintem ez is nagyon fontos. Köszönöm szépen a dicsérő szavakat, annak nagyon örülök, hogy az előző és a mostani bejátszásban is volt olyan, aki visszaköltözött Székesfehérvárra, ki régebben, ki mostanában. Azt hiszem, hogy ennek mindenképpen örülünk, és érezzék nagyon jól és otthonukként magukat itt Székesfehérváron. És annak örülök, hogyha valaki elégedett, azzal is természetesen kell foglalkoznunk, hogyha valaki kritikus, hiszen én magam is tudok kritikus lenni, akár a saját munkánk, akár a város különböző pontjaival kapcsolatban. Én egyet kérek mindig, hogy ne tekintsük a várost pártpolitikai ügynek. Tehát ez nem Fidesz párti város, vagy DK párti város, vagy Jobbik párti város, ez a mi közös otthonunk, és talán most már itt 11 néhány év után nem kell bizonygatnom, hogy a városvezetés is ennek a szellemében dolgozik, nem pártpolitikai az irányítás, így fog ez maradni a jövőben is. Az Öreghegyi házi orvos is. Az Öreghegyi házi orvos is, az egyáltalán az alapellátás tekintetében van néhány körzet, ahol helyettesítéssel oldjuk meg az orvosi ellátást, és folyamatosan próbálunk házi orvost sportnyelven szerződtetni. És van néhány nagyon előrehaladott egyeztetésünk és tárgyalásunk háziorvosokkal, tehát több személyről is van szó. Bízunk benne, hogy hamarosan ezeket be is fogjuk tudni jelenteni, és azokat azt is, hogy mely körzetekbe fogják ők tudni elkezdeni a munkájukat. Teljesen igaza van az úrnak, hogy itt van egy hiány és egy probléma, remélem, hogy ezt hamarosan meg tudjuk oldani. Van, akinek egyébként ebben mi akár lakhatással is segítünk, vagy más módon támogatást nyújtunk. Egyébként a háziorvosoknak visszaadjuk az iparűzési adót, adunk nekik pályázati lehetőségeket, rendelőket újítunk föl, tavaly ugye kiegészítettük az üzemeltetési, működési támogatásukat, a megemelkedett energiaárak nagy részét az önkormányzat finanszírozta, tehát nagyon sokféle módon próbáljuk őket segíteni és támogatni. Köszönjük a munkájukat, és remélem, hogy hamarosan a helyettesítés helyett ezekben a körzetekben is már főállású, ott abban a körzetben a tevékenységet ellátó háziorvosokról tudunk beszámolni, ezt bejelenteni. Bár most kifejezetten ilyen jellegű kérdés nem érkezett a műsorhoz, de a különböző felületeinken kérdésként felmerült már azzal kapcsolatban, hogy mi várható a Telekiben, a Vasváriban, hogyan érinti az intézményeket, az esetleges, mondhatom talán, hogy fenntartóváltás, illetve még egy név az iskolák közül felmerült, a Vörösmarty Mihály Általános Iskolának a neve is, ott pedig a Kodolányi Egyetem került szóba. Mit tud erről a város polgármestere? Mi az, amit megoszthatunk a nézőkkel? Ugye a Kodolányi és a Vörösmarty esetében azt hiszem, hogy teljesen logikus az iskola választás, hiszen a Kodolányi középiskola ennek a tónak a másik oldalán helyezkedik el, és ehhez kapcsolódna ennek az iskolának az átvétele. Nyilván itt a döntés a Kodolányié. Az Óbudai Egyetemnél pedig ugyanígy az egyetemnél, a szenátusnál és részben a kuratóriumnál van a döntés, hogy egyik vagy másik gimnáziumot azt átveszi-e.
Fontos elmondanunk, hogy itt van egy jogszabályi környezet. A jogszabályi környezet meghatározza, hogy a fenntartó váltásnál milyen határidőket és milyen döntéseket kell meghozni és betartani, és május 31-én fog állami döntés születni arról, hogy egyébként az adott fenntartó váltásról szóló kezdeményezést a kormány támogatja, vagy nem támogatja. Nincs tehát végleges döntés arról, hogy bármelyik iskolát az adott egyetem biztos, hogy átvennie. Én azt tudom elmondani, hogy csak és kizárólag akkor van értelme a tankerületnek átadni az iskolákat, az egyetemeknek pedig átvenni ezeket az iskolákat, ha különböző szegmenseket nézve jobb oktatási színvonalat lehet garantálni, és a diáknak, tanárnak és a szülőnek egyaránt egy mainál megnyugtatóbb helyzet tud előállni. Ezt azért is mondom, hiszen egyébként kiváló a iskolákkal is az önkormányzat kapcsolata, és a tankerülettel is az iskolák vonatkozásában a kapcsolatunk. Tehát ha a végén az a döntés, hogy a tankerületeknél marad, akkor sincs azt gondolom, hogy semmi probléma, ugyanúgy együtt fogunk működni, hogy ezek az iskolák működni és fejlődni is tudjanak, hiszen például a Vasvárinál egy kifejezetten nagy fejlesztés küszöbön állunk, amit egyébként a kormány, az állam nemzeti forrásból teljes egészében a városon keresztül finanszíroz is. Ugye a folyamat elején indult el, voltak tantestületi döntések, egyébként ez mind a két iskolában egyhangú támogató pozitív döntés volt. Az egyetem képviselői a héten találkoztak a Teleki és a Vasvári esetében is szülőkkel, diákok képviselőivel, oktatókkal, nevelőkkel, és majd nyilván mindenki meghozza a saját döntését, a saját döntéshez pedig majd viszonyul maga az egyetem is. Mint az Óbudai Egyetemet fenntartó kuratórium elnöke, ugye Fehérvár polgármestere, és remélem ez hosszú távon is a városnak mind a két egyetemhez, tehát a Kodolányihoz és az Óbudai Egyetemhez, különösen annak albarégi a műszaki karához közünk lesz. Ezért fontos azt is elmondanunk, hogy van egy nagyon egy kulcskérdés, a finanszírozás. Tehát szerintem akkor tud majd egyetem majd átvenni fenntartóként középiskolákat, hogyha az ehhez kapcsolódó állami finanszírozási struktúra az egy szabályozott, átlátható rendszer lesz, ugyanúgy, mint például az egyházi iskolák esetében, vagy egyébként az alapítványi iskolák esetében, hiszen a Kodolányinak van középiskolája most már hosszú-hosszú évek óta, és ott van egy állami finanszírozási rend. Ha ugyanez meg tud valósulni, akkor tud az egyetem plusz forrásokat, illetve plusz szakmai tartalmat hozzátenni, ettől lehet jobb a tanároknak, ettől lehet jobb a diákoknak, de a napi pedagógiai tevékenységbe az egyetem esetleges fenntartói mi volt esetén sem fog beleszólni. Az Óbudai Egyetem is vett egyébként már korábban át gimnáziumot, Szinyei gimnáziumot Budapesten, azt már például az egyetem működteti, de még egyszer itt a folyamat elején vagyunk. Ha a végén az a döntése akár a szülőknek, akár a diákoknak, akár a tanároknak, hogy ezt nem támogatják, akkor ez nem fog megvalósulni. Hogyha pedig támogatják, akkor az egyetem fogja tudni meghozni az utolsó előtti döntést, és ha ez mindig támogató, a fenntartás átvételére vonatkozik, akkor fog dönteni a belügyminiszter, mert hozzátartoznak az iskolák. Tehát akkor ez mindenféllel részletesen ismertetve, meg egyeztetve lesz. Igen, és az a kérésem, felajánlásom szülőkhöz is, diákokhoz is, tanárokhoz is, hogyha van további kérdés, akkor nyugodtan keressenek meg, és akkor próbálunk ezekre a kérdésekre érdemi választ adni, akár városként, akár pedig az egyetem részéről. Köszönöm szépen, és műsorunk végén még egy online kérdésünk van, amit akkor válaszoljunk már meg. A nyári hónapokban miért nem maradhatnak tovább nyitva a belvárosban a vendéglátó egységek? Este 10 órakor a belváros úgy néz ki, mint egy szellemváros. Biztos lenne rá igény, az ott lakók pedig nem kifogás, mert a turisztika szempontjából fontosabb lenne ez a 3 hónap, írja ezt a kérdezőnk Farkas Peti. Ugye kezdjük azzal, hogy főleg egy önkormányzatnak, egy polgármesternek nincs fontos, meg fontosabb polgár. Tehát nekünk mindenki érdekeit kell tudnunk képviselni, és bizony, amikor ezek az érdekek adott esetben ellentétesek, akkor meg kell próbálni ezeket összehangolni. Ugye a mostani nyitvatartási időszakot beleértve a teraszokat is, azt egyébként lakossági fórumokon többször megvitattuk a belvárosi lakókkal és a vendéglátóipari egységeket üzemeltetőkkel egyaránt. Tehát korábban ezt mindenki elfogadta. Az elmúlt hetekben érkezett egy kérés, egyébként azóta már írásban is a vendéglátósok részéről, hogy ezt gondoljuk át a nyár tekintetében, hiszen lesz labdarúgó Európa-bajnokság, utána lesz olimpia. Ezt természetesen meg fogjuk tenni.
és minden olyan dolgot támogatunk, ami a tele élettel belefér, viszont semmi olyat nem fogunk támogatni, ami buli negyeddé változtatná a belvárost. Tehát ezt ki szeretnénk zárni, de igen, és azt gondolom, hogy élő belvárosra van szükség. Egyébként azért az így tegyük hozzá, hogy ha valaki összehasonlítja mondjuk a 2010-es évek elejére, vagy 2010 előtti időszakkal a városnak a hangulatát mondjuk a mostanival, hát azt gondolom, hogy mindenki érzékelheti a különbséget, ezért merül föl ez az igény is a belváros tekintetében. Szerintem fogunk találni egy olyan kompromisszumot, ami az ott élőknek is elfogadható, és egyébként a vendéglátósoknak is segíti a mindennapjait, és a vendégeknek pedig ad egy lehetőséget arra, hogy mondjuk a magyar válogatottnak a teraszokon lehessen szurkolni. És még egy gondolat, hogy azért mennyiben és hogyan segíti a város ezt a folyamatot, a teraszokhoz kapcsolódó közterületfoglalási díjat, ami egy viszonylag jelentős összeg, hosszú évek óta egyébként az önkormányzat elengedi. Ezzel is azt gondolom, hogy egyértelműen kifejezve, hogy támogatjuk azt, hogy a belvárosban jó minőségű, jó szolgáltatási színvonalat biztosító, a szabályokat betartó és betartató vendéglátóipari egységek, kávézók, éttermek, cukrászdák működjenek. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a kérdéseiket. Köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, adásunkat pedig visszanézhetik a YouTube csatornánkon. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.